karácsonykor mi családi jellegű összeröffenéseket szoktunk tartani, és megzabálunk egy nagy társüteményt, és parallaxis epizódokat hallgatunk. Karácsony általában a családról szól nálunk. A legtöbb, amit tudunk adni egymásnak, az az együtt töltött idő. A 24-ét ezt mindenképp szűk családi körben szoktuk tartani. És igazából az a legjobb az egészben, hogy sose visszük túlzásba az ajándékozást, tehát az a stresszfaktor, hogy össze-vissza rohangáljuk és vásároljuk előtte, az nálunk nincs. 2023 véleményem szerint most nem akarok nagyon ilyen közhelyes dolgot. Béke éve lesz. Világbéke. 2023-ban is mindenki találja meg azt, amit igazán vár. 2023-ban azt várom, hogy megállítjuk a brüsszeli szankciókat, és leszámolunk a háborús inflációval. Én nagyon remélem, hogy az egyéni céljaim megvalósulását fogja jelenteni, amikben most jelenleg benne vagyok. Például kitűnő podcastokat, vagy érdekes előadásokat, vagy hát választ az élet, a világ mindenség és minden nagy kérdéseire. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok! Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok mindannyiatoknak! Nagyon boldog karácsonyt és sikeres, eredményekben gazdag, járványmentes új évet kívánok mindenkinek! Mindenki, aki a podcasthez hozzájárul, direkt vagy indirekt módon, jó egészségnek örvendjen! Legyen békés áldott karácsonyuk és egy boldog új évük, illetve hallgassanak minél több Parallaxis podcastet! Kellemes ünnepeket és tudományos fantasztikumban gazdag, sikeres új évet kíván a Parallaxis Univerzum!